aranyból van, 14 karátos és 12 grammot nyom. És többek között Darvas Iván, Tordi Géza, Eszenyi Enikő, Lukács Sándor után a társulat jóvoltából újra titkos szavazásra kerülhet a Vígszínház valamelyik művészének birtokába. Az odaítélés szempontja egyetlen egy volt. Lehet színész, rendező, díszlet vagy jelmeztervező, aki az év folyamán, az évad folyamán kiemelkedőt alkotott. Bunda kizárva, hiszen minden év december 30-án, Rutka Éva születésnapja előtti napon kerül sor a doboz felnyitására, a szavazatok összeszámlálására. Tábori Nóra, Kern András, Tábori Nóra. Az eredmény kihirdetésére. Tábori Nóra. Tábori Nóra könyvekkel ürül. Hát igen. Az, hogy 35 évig együtt játszottam az Évával, azért nem mindegy. Nagyon erős nyomot hagyott, és ez egy életemléke, egy életmunkája. Egy életmunkájának emlékére, Roboz Aladára emlékezve adják át imáron harmadszor, ahogy az egykori direktor mondta, a Vidám Múzsa reprezentatív otthonában a Pro Komédia díjat. Próbálom a dolgokat a fonákjáról nézni, és mindig mindenben megtalálni egy pici visszásságot, ami humoros lehet, hogy egy kicsit könnyebben tudjuk elviselni ezt az egészet, amit életnek hívunk és színháznak.